ír step tánc tornádó érte el Székesfehérvárt októberben. Őszi körútja keretében ugyanis városunkban is fellépett az ír nemzeti bajnok és többszörös világbajnok Kevin Gallagher vezette ír step tánc formáció. I started dancing about the age of 4. Négy évesen kezdtem táncolni, de eleinte nem kaptam sok támogatást. Az édesanyám ellenezte is egy kicsit, mert vidéken éltünk, viszont ott nem nagyon volt lehetőség bármit is csinálni. Az évek során aztán számos versenyt nyertem, így kezdődött a hivatásos táncos karrierem, és ahogy egyre több tapasztalatom lett, kialakítottam a saját előadásmódomat. Most pedig már el sem tudom képzelni az életemet tánc nélkül. A táncban nincs határa a megújulásnak, ez az egyik legjobb dolog benne. Azáltal, hogy megnézem a fellépéseimről készült videókat, meglátom az esetleges hibáimat, így tudok fejlődni, de természetesen koreográfus is segít abban, hogy az előadások minél látványosabbak legyenek. Az ír step tánc legkiválóbb táncművészeiből álló társulat előadásában az autentikus ír elemeket az újszerű, modernebb zenei alapokra helyezett koreográfiával ötvözik, sőt a géppuskalábú táncosokat élő zenekar kíséri. A legfontosabb azonban mégis a közönség. A nézők visszajelzése nagyon fontos számomra. Amikor felmegy az ember a színpadra és meglátja a közönséget, az nagyon sok erőt ad az előadáshoz. Amikor látom a nézők reakcióját, az újra és újra feltölt energiával, és nyilván ez sokkal jobb érzés, mint amikor az ember egyedül gyakorol. Catherine mindhárom testvére szintén az ír step tánc meghatározó művelője. Nagy örömére a fehérvári fellépése egyik bátyja, Barry John is eljött, aki már hosszú évek óta Las Vegasban táncol a Lord of the Dance együttessel. Sajnos eddig még csak évente néhányszor találkoztunk, karácsonykor, nyáron, és néha eljön megnézni egy-egy fellépésemet. De most minden fellépésemen ott lesz, úgyhogy lehet, hogy meg is unjuk egymást, hiszen minden nap fogunk találkozni. We're going to get sick of each other, maybe we're going to meet every day.